Szeretettel köszöntök mindenkit, elnézést kérek a technikai nehézségekért, és azért gyűltünk ma itt össze, hogy a test és a tudat egészségéről beszéljünk. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, ahhoz egy picit szemügyre kell venni, hogy mi a test és mi a tudat, hogy ezek hogy működnek együtt. A testünket az aputól és anyutól kapjuk, és az jóval egyszerűbb, mint a tudat. Ezt onnan is tudjuk, hogyha a tudat nem nagyon gondolkodik túl sokat, és nem ragaszkodik a tartalmaihoz, a véleményeihez, a ítéleteihez, akkor sokkal inkább egészségesek tudunk maradni. Viszont, hogyha ragaszkodunk a saját tudattartalmainkhoz, és túl gondoljuk a gondolatokat, és túl bonyolítjuk az érzelmeinket, ez a megosztottság és a betegség kezdete. Tehát innen induljunk ki, hogy megismerjük, mi a test, és mi a tudat, ezek hogy működnek együtt. Mikor kezdődik ez az együttműködés? Az együttműködés akkor kezdődik, amikor megszületünk. Már előtte is az anyamében, főleg az első trimester után, ezt anyukák tudják, hogy akkor kezd el valami igazából mocorogni, és a harmadik trimesterben már pedig már tényleg kukkapál, és amikor megszületik, akkor válik teljessé az elszakadás a fizikai hordozótól, az édesanyától. És ekkor elkezdődik az az egyéni élet, a tudat és a test együttműködése, mely egészen a halálig tart, ami kibocsátál lelkét és meghal idáig. A kérdés az, hogy ezt az együttműködést megismerjük-e, jól műveljük-e, és ha igen, tovább viszünk ebből az együttműködésből valamit. Megtanultunk-e egyáltalán valamit, amit nem felejtünk el a következőre? Az a döbbenet, hogy mennyire kevéssé emlékszünk a múltunkra, mennyire kevéssé látjuk a jövőt, és mennyire kevéssé vagyunk urai a jelenünknek. A zene arról szól, hogy ismerjük meg önmagunkat, és legyünk úrrá mind a múltunkon, mind a jelenünkön, mind a jövőnkön. Ez a kulcs, ez a pillanat. Ha ebben a pillanatban jelen vagy, ha ebben a pillanatban tiszta tudattal itt vagy, akkor lehetséges a múltat tisztán látni, a jelent megfelelő módon művelni, és egy megfelelő jövőt teremteni. A testnek az összetételét például a kínaiak az öt elem segítségével írták le. Fa, föld, fém, tűz és víz. Ezeknek vannak építő ciklusai és romboló ciklusai, például a fa táplálja a tüzet, de a víz ugye kioltja a tüzet. A fát táplálja a víz, de lerombolja a fény. Ezt szépen végig lehet követni az öt elem között. Ez azért érdekes, mert a gondolataink és az érzelmeink is ilyen típusúak. Nagyon sokféle tipológia van, a 3, a 4, az 5 és a még több osztatú, de minket nem ezek a tipológiák érdekelnek elsősorban, hanem az, hogy hogyan lehet ezek mögött, ezek fölött az egységet meglátni, vagy megtapasztalni. És az egység és az egészség az nagyon összefügg. Ha valakinek a lelke egészben van, akkor nagyon valószínű, hogy a fizikuma is nagyon sokáig egészséges. De nem a végtelenségig, és itt van egy nagyon komoly tanulság, amit ha eleget éltél, akkor már tudsz. Mi határok között létezünk. Az ember nagyon komoly térben és időben megmutatkozó határok között létezik. De első ilyen határ, amit átléptünk, ugye Röszkénél vagy esetleg Kelebiánál, ugye az, hogy beléptünk ide. Tehát megszülettünk, és onnan indult valami, és ez tart a halálig. Ezek a határok. Továbbá fizikai lehetőségeinknek és mentális lehetőségeinknek is vannak határai. Tehát ne aggódjunk olyasmi miatt, amit nem tudunk megoldani, mert nem a mi dolgunk. Nem mi vagyunk az életékesek. Ez az aggodalom, ez átmegy szorongásba, a szorongás pedig kóros depresszióba, és a gyomorfekélytől kezdve a különböző belső szervi elváltozás, hogy mindenféle csinálhatunk magunknak, egyszerűen azért, mert a tudatunkat nem tartottuk megfelelő állapotban. Tehát, hogyha a tudatban valami félremegy, az lemegy a testre, és akkor abból tanulunk, ezt hívjuk szomatikus visszacsatolásnak. És ez kőkeményen érvényesül. Amit a tudatodban sokáig hordozol, és nem csak egy ilyen röpke átvonuló felhő, az bizony lejön neked testre. És ez az, amit
boldogság vagy betegség formájában tanulunk. Át kell látni, hogy a tudat és a test együttműködése az egy nagyon komolyan hormon és egyéb nerv vezérelt folyamat. Tehát alapvetően arra hallgatunk, ami a testben történik, és hogyha a test jól érzi magát, akkor boldogok vagyunk, ha rosszul érzünk magunkat, akkor pedig szomorúak vagy nyomorúságosak vagy egyebek. Van itt valami, ami ezt az egészet látja, ami nem osztódik, ami nem része egyetlen tipológiának sem, és ez az az igazi önvalónk, amelynek a megismerése és az abban való menedékvétel nagyon sokat segíthet abban, hogy feleslegesen ne legyünk betegek. Ha elválasz egy betegséget, akkor tudod, hogy miért vállaltad el. Hogyha pedig boldog vagy, akkor ne csak saját magadért legyél boldog, és ne ragaszkodj hozzá, hanem fogd fel valami nagyon szép melléktermékének, egy valami sokkal nagyobb folyamatnak, mint ami mi vagyunk. Ez a világnak, vagy az univerzumnak a működése. Ha ebben a működésbe bele tudsz simulni, akkor el lehet érni a boldogságot úgy, hogy elfogadod és másokkal megosztod. De ha nem helyesen ismerjük testünk és tudatunk működését, akkor erre képtelenek vagyunk, mert egyszer rossz gombokat nyomunk meg. Ugye? És a tudat működése az egy sokkal komplexebb, bonyolultabb dolog, mint a testé. Ezért érdemes valamiféle szellemi gyakorlattal megismerni azt, hogy valójában hogy gondolkodunk, hogyan érzünk, mi az, ami fontos, hol van az az én, amihez annyira ragaszkodunk, és a többi. Ha a tudatod megosztott, és a saját ellentéteiddel nem tudsz mit kezdeni, akkor ezek az ellentétek saját magadon belül rombolóan tudnak érvényesülni. Hogyha az ellentéteidet, a belső polaritásaidat, amit akarsz, de ami még nincs, amit nem akarsz, de még van, ha ezeket megfelelő módon kezeled, akkor innentől kezdve az ellentétek magadban megfelelő módon érvényesülnek, tehát harmonikusan tudsz teremteni, és harmonikusan tudsz lebontani vagy elengedni. Ha nem, akkor ezek az ellentétek vagy túlburjánzanak, a vágytípusú energiák problémája, rák, vagy pedig óriási dűvel, egyfajta méregszerűen érvényesülnek, más típusú elváltozások, de szintén karcinogén lehet, tehát rákot is okozhat. Nagyon fontos egy betegség kitörésekor megfigyelni, hogy milyen tudatállapotban voltál előtte, kitöréskor és utána, tehát milyen tudatot hozott benned létre. Hogy pontosan min mész keresztül lelkileg, miközben a látszólag testi betegség ugye végig megy rajtad. Mondhatni, hogy esetleg ezek az állapotok azok, amiket meg kéne tanulni, ami számunkra, mint tapasztalat fontos, hogy ebből tanuljunk a betegség során. De igazából már az okokat kellene ilyenkor belátni, és nem pusztán a tapasztalattal belőni. Tehát be kéne látni, hogy mik voltak azok az okok, amelyek a betegséghez vezettek. Még olyan látszólag megfoghatatlan esetekben is, hogy miért pont velem történt ez a baleset? Miért pont akkor jött a villamos? Miért pont én voltam ott azon a helyen és azon az időben, és akkor nem valami lelki és érzelmi folyamat eredményeként lettem beteg, hanem csak úgy történt valami. De abban a pillanatban éppen mi volt? Mi történt? Pontosan mi volt a tudatom egészében? Nem csak abban az 5%-ban, amit látok, hanem mondjuk a mélyében. Mi érvényesült? Mi vezetett engem oda, arra? Úgyhogy az önmegismerés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egészségesek maradjunk. A bennünk lévő okozati folyamatok megismerése és a világban lévő okozati folyamatok megismerése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egészségesek maradjunk addig, ameddig természetes folyamataink ezt megengedik. Ugyanis nem élünk örökké ezen a Földön szerencsére. Hogyha örökké élnénk, akkor az iszonyú probléma lenne nem csak nekünk, hanem a következő generációnak is, mert a következő generációknak akkor nem lenne hely, mi pedig nem tudnánk kiszállni. És akkor előttünk is már lettek volna örök életű halhatatlanok, és akkor meg ővelük kellene nekünk bajolni. Tehát az, hogy egy idő után a test és a tudat szétszakad, és nem tud visszatérni a tudat a testbe, amit
köznyelven halálnak hívunk, ez egy egyszerű, természetes és szükséges velejárója az élet jelenségének. Itt tudunk kiszállni, itt tudunk helyet adni másoknak, és itt tudunk egy újabb állapotba, egy újabb fázisba lépni. Most nem tagadom, hogy ez micsoda, nem ez a fókusza most az előadásnak. Sokkal inkább arról kell beszélnünk, hogy ha a határainkat megismerjük, hogy véges az élet, akkor iszonyú értékes lesz. És ezt az értéket, ezt nem tudjuk csak saját magunk művelni, mert függő helyzetben vagyunk egymástól, a barátainktól, a családunktól, az ellenségeinktől, a társadalmunktól, a kultúránktól, a civilizációtól, még az oxigén molekuláktól is. Ezt a függő helyzetet föl kell ismerni, és ebben fölismerjük a határainkat is. És ezen határokon belül tudunk művelni valamit, amely már attól eredményes lehet, hogy felismertem a határait, és nem próbálok meg szélmalomharcot vívni az idővel. Nem próbálok meg idealista módon olyan testet vagy tudatot felépíteni, amely nem reális, nem életszerű, és teljesen felesleges befektetés. Ez az örökké fiatal mindig szép, mindig erős, és mindig mindent tud. Nem. Fogadjuk el, hogy az életnek megvannak a maga szakaszai, ezeknek megvannak a maga állapotai, a jellemzői, és egyszer mindegyik véget ér. És ezen a mulandóságon, feltételhez kötöttségen és tökéletességen belül tudunk valamit tenni, és az se csak saját magunkért. És hogyha így gondolkodsz, akkor az egészségnek is egész más jelentősége lesz, és lemondunk arról, hogy kapzsi és vágyteli módon mindig csak egészségesek akarjuk lenni, és azt gondoljuk, hogy valami óriási probléma van, hogyha megbetegszünk. Hogyha a stafilokokusznak nincsen problémája azzal, hogy a nyálka hártyánkba bejött, akkor nekünk se legyen problémák a megfázással. Jó? Tehát neki ez nem probléma, nekünk miért? Tehát teljesen természetes, megfázás, hogy egy ilyen rövid kis szövődménymentes influenza, koreai orvosok azt mondják, hogy ha gyógyszert szedsz, akkor egy hét alatt túl vagy, hogyha nem szedsz gyógyszert, akkor az hét teljes nap. Jó? Tehát nagyon vigyázzunk ezzel, hogy mit szeretnék, és a tudatodnak az egysége és a belső egészsége az, amely a zálóba a fizikum egészségének adott határokon belül. Hogy tudod ezt a belső egészséget elérni? Úgy, hogy nem osztod meg önmagad. Nem gondolod azt, hogy a benned lévő jó és rossz az abszolút értékű, és az a te sorsod. Nem. Azt te megcsináltad. Sőt, pillanatról pillanatra a benned dúló ellentéteket, vagy szépen muzsikáló ellentéteket, ahogy érzed, ezeket te teremted. Te adsz nekik energiát. A te egyetértéseddel és aktív hozzájáruláseddel mennek végbe a dolgok benned és körülötted. Ha így nézed, akkor pillanatok alatt rájössz, hogy van egy olyan nyomógomb, amit magadban így megnyomtál, és ezzel az volt így, hogy igen. Ezt elfogadom, ezt akarom, ehhez hozzájárulok, ezzel egyetértek. És hogyha vannak olyan dolgok, folyamatok, érzelmek, gondolatok, emberek, akikkel nem értesz egyet, nem szeretnéd őket, akkor az a kérdés, hogy azokkal mit kezdesz? És nem tudod néha őket kizárni az életedből. Legyen az családtag, főnök, önkormányzati képviselő, stb. Stb. Jó? Tehát akkor van szükség egy olyan tudatra, amely mindent úgy lát, ahogy az van. És mindenkit úgy lát, ahogy ők vannak. Tiszta, tükörszerű, a minőségeket látó, de nem polarizáló tudat. Nem akasztod rá a jó és a rossz címkéit, vagy a szép és a csúnya címkéit, hanem megnézed, hogy az valójában hogy működik. Az az ember mit hordoz, az a jelenség mit ad, mit veszel. És innentől kezdve egészségesebben a világ egészével egyéválva sokkal világosabb tudattal tudod intézni az életedet. Beszélni a mondandódat, megtenni a cselekedeteidet. Tehát a tudat hasadása belül az az egészségnek a hiánya, és a széthasadt tudat előbb-utóbb a testben való betegség vagy működésképtelenség képében ölt testet. Van egy olyan diagnosztikai módszer, ami egyszerűen hővel dolgozik. Tehát beteszik a beteget egy nagyon-nagyon hideg szobába, közel fagypont, és egy nagyon precíz, század fokra pontos képet készítenek róla minden oldalra. És itt a belső szervek hőmérséklete is látszik.
És meg lehet látni, hogy pontosan melyik szerv az, amelyik alul teljesít, túl teljesít, vagy jobban teljesít. Tehát ez egy nagyon fontos vizsgálat, ezáltal a hő kép által meg lehet nézni, hogy az adott szervhez csatlakozó érzelmek és gondolatok pontosan mit csinálnak. Tehát nézd meg, hogy mikor szakad meg a szívünk, mikor kapunk agyvérzést. Ezek már nagyon-nagyon túlvezérelt funkciók, és ezek azok a sokkok, amikor már a szerv nem bírja a mögötte lévő mentális tartalmakat. Ha a zen meditációnak van ilyen szempontból haszna, mert azt tudod, hogy nem a végtelen szépséggel, egészséggel, okosságról szól, a zen az tényleg önmagunk megismeréséről szól. Tehát ha van az ennek haszna, akkor az az, hogy itt a köldökcsakrában egy olyan pont van, ahol az energiád és az információd nem mozdul. Tehát egy gondolkodás előtti, érzések és érzékszerű tapasztalatok előtti nem mozduló tudat van. Ezt fogd föl úgy, mint a egyfajta origót vagy középpontot, amely mindent el tud nyelni és amely mindent ki tud bocsátani. Ez a lengéscsillapító, ez a menedék, ez az, ahova ösztönszerűen tudnánk figyelni, ha nem feledkeztünk volna erről akkor, amikor valaki vagy valami sokkolni akar minket. Ezekben a sokkokba szoktunk belebetegedni, belepusztulni, mert a ráadott reakciótól nem tudunk megszabadulni. Elvették tőlem a pont. Igen, de az nem te vagy. De ha ragaszkodsz hozzá és azonosulsz vele, akkor az a veszteség téged szétszakít. Olyan ember költözött az életembe, akit soha többet nem akarok látni, de legalább évekig még sajnos kell napi 8 órában. Mit tudsz tenni? Tehát elkezded a saját reakcióidat lehántani erről az emberről, és megtisztítani ezt a kapcsolatot annyira, hogy működőképes legyen. Nem kell szeretni, ne hazudj magadnak, soha nem fogod. De ne akar legalább meggyilkolni, mert azzal magadat is elkezded gyilkolni valahol belül. És a saját ráadott reakciód, az bizony téged nem csak hogy minősít, hanem be tud rakni az egészségesek vagy a betegek táborába. És az egészség az, ahogy az előbb mondtam, az nem csak magunkért van. Te nem csak azért, hogy egészségességre kell, nagyon virgoncan kerülj föl, és ne így ilyen lassú mászásban ki a fürdőszobába, tudjuk, hogy jobb virgoncan kimenni, és nem úgy, mint a dózer, tudod, amit 2 kilométerre jut. De azért vagyunk és legyünk egészségesek, hogy inkább mi tudjunk segíteni másoknak. És nem is szoruljunk segítségre másoktól. Mert ezen múlik. Tehát a test és tudat egészség az arra jó, hogy mi segítsünk másokon. Úgyhogy ennek nagyon sok vonatkozása van, hogy hogyan maradhatunk egészek, és egészségesek, és egységesek. De ha ezt a pillanatot nem műveljük rendesen, ha nem vagyunk tisztában önmagunkkal, ha követjük a tudatunk megosztottságát, akkor ez nem sikerül. Hogyha hiszünk a saját ellentéteink abszolút és általunk változtathatatlan voltában, akkor sem sikerül. Meg kell ismerni azt, ahogy működünk, amik valójában vagyunk, és innentől kezdve van esélyünk, de ha nem tesszük fel a belső kérdéseket, és nem pucoljuk ki magunkból a téves nézeteket, a kapzsiságot, a dühöt, akkor ezek a belső tartalmak fognak minket megbetegíteni, és azt mondja, hogy nem tudod meggyógyítani az orvos. Nem, először próbáld meg magadat. Az orvos csak egy segédeszköz. Hogyha elkezded belül vizsgálni azt, hogy az egészség és a betegség hogyan változik benned, akkor 4 szintet tudsz elkülöníteni. Az első szint, az az intuitív szint, az egy ilyen nagyon finom kis gombos tűfejnyi fényhez hasonló belátások, és nagyon gyakran ezek ilyen kis impulzusban jelentkeznek, ami csak azt mondja, hogy ezt ne, ezt hagyd abba. Most mennyi elénne? Ezt a beszélgetést ne folytasd. Vagy most ez kell, most ide szeretnék menni. És nincs mögötte gondolat, nincs elemzés, nincsenek bonyolult érzelmek, csak az intuíciód egyszerűen úgy a felszínre dobja, és érzed, hogy ez nagyon teljes volt, nagyon kerek volt, se hibát, se okot nem tudsz benne találni, csak ilyen nagyon mély észrevétő erővel ott van. Ha gyakorolsz, akkor ez letisztul. Ha nem, akkor valami más ego ellen, ugye,
beveszi ezt a helyet, és helyette a gondolataid, az érzelmeid, a különböző kis karmikus morzsák, azok fénylenek, és nem az intuíciód aprócska kis gombos tűzfényű lámpásai. De hogyha tényleg tiszta, akkor ha ezeket követed, akkor meg tudod óvni magadat és a környezetedet a betegségtől. Mert ez az egész tudatból származó impulzus, mielőtt a probléma bekövetkezik. És az emberekben általában nincs annyi tiszta tudati tér, hogy észrevegyék belül, hogy ezek folyamatosan ott vannak, ezek az impulzusok, hogy most abba kéne hagyni az abálást. De még van három tányérgulyás. Mit csináljak? És akkor utána gondolkodom, hogy sértsen meg nagyanyám? Vagy pedig próbálja meg legyűrni legalább az egy tányért. És akkor mi legyen? Apróság. Vagy pedig azt mondja, hogy hát 10 éve nem jártam le edzésre, valamit kéne csinálni. Mert akkor már ugye, kicsit másképp viselkedik a test. Ez már gondolat. Ez már nagyon világos, de folyamatos gondolkodás. Valahonnan, valahová menő gondolat. És ezek a gondolatok ugye megint csak jelzik, logikusan, tisztán, hogy mi lesz. Ez a második szint. És hogyha a második szintre nem hallgatunk, akkor elkövetjük azokat a hibákat, amelyek a szokásaink miatt következnek be, mert nem hallgattunk a józan belátásunkra. És a józan belátás ilyenkor átmegy érzetbe, ez a harmadik szint, amikor érzelmileg érezzük, hogy már érzem, hogy itt valami baj lesz, és már ilyen kis kesernyés vagyok, meg szomorú, meg nincs energiám, meg hűtemitől, és akkor az érzelmi a harmadik szint bejön, és már érzed, hogy ha ezeken az érzéseken nem javítasz, és nem kezdesz újra a helyes gondolkodásra hallgatni, akkor nem fogsz ebből kijönni betegség nélkül. És a negyedik az pedig a fizikai manifestáció, amikor meg is jelenik. Amikor ott van a testben, és akkor kell vele valamit kezdeni. Nemrég, mert ugye kutattuk 1000-re 10 000 irányba, nemrég kiderült, hogy az ember tudatállapota az az immunrendszert egyenesen és közvetlenül befolyásolja. Tehát te beengedsz magadba valamit vagy valakit, és beteg leszel tőle, akkor az immunrendszert megmutatta, hogy ez a jelenség mit játszik az életedben. És pont fordítva is, hogy új jelenség, új kapcsolat, stb. És akkor kivirágzol, kivirulsz, és valami fantasztikus kémia van, mert ez az összhatás érvényesül akkor. Ez az okés okozat érvényesült a lelkedben. Úgyhogy így a bevezetés végszavaként egyszerűen és tisztán lehetne élni, ha nem bonyolítanánk túl, és nem piszkolnánk be a saját nem tudásunkkal, téves nézeteinkkel, kapcsiságunkkal, dühünkkel, nem túl jó menedzser polaritásainkkal, ellentétekkel. Ez mind lehetséges, csak pucolt le azt a szerencsétlen felületet, amit a tudat tükrének hívunk, és lássál benne. És hogyha ezt a tükröt engeded működni, és látsz benne, akkor esetleg követed is azt, amit látsz, és a belső belátásod az addig tart téged egészségesen, amit fizikailag lehetséges. Úgyhogy megérintettünk sokféle témát, igyekeztem nem orvosként fölépni, mert nem vagyok az, és most nagy szeretettel várnám a kérdéseiteket. Azt szeretném megkérdezni, hogy mindegy, hogy ez életi vagy karmikus, vagy milyen az ok, ezek a folyamatok mindegy formák, és úgy hatnak ránk? Nem egy formák, és másképp hatnak ránk, és ebben a pillanatban látod kell, hogy ezek a folyamatok mi. Értsd meg, hogy a múlt, amit magadban hordozol, az egy nagyon kicsi része annak, ami valójában történt. Az a te személyes múlt élményed. Azt mindenki másképp reagálja le, ezért van a történészeknek annyi dolga, hogy kimutassák, hogy szerintük mi történt. De az is csak egy történeti múlt. A személyes múltban a saját érzéseid, gondolatai valamit elraktároztak, tehát az természetesen nem a teljes. Azt nem lehet. Tehát az a fontos, hogy ebben a pillanatban ez a múlt élmény számodra mit jelent, és hogyan használod fel.
Legtöbben ragaszkodunk a múltunkból olyan dolgokhoz és emberekhez, amelyekkel vagy nincs dolgunk már, vagy pedig tehetetlenek vagyunk velük szemben. És ezért a jelen lehetőségei, a pillanat tágassága, téressége, ez nincs meg. Tehát ezért mondom, hogy engedjük el a múltat, ne felejtsd el, senki nem akar homlok-lobotómiát végrehajtani rajtad, hogy ne legyen múltad. Nem erről szól a történet. Nem arról, hogy ne kössön a múltat feleslegesen. Tehát ebben a pillanatban mi az, mely folyamatok érvényesülnek benned? És ezt a meditációval átláthatod. Ezt senki vagy nem tudja megmondani, vagy aki megtudná, az már tudja, hogy nem szabad. Ez a te utad. Ez a te felismerésed belül. És amennyit elválasz ebből, annyi lesz. Több nem. Tehát nincs csodadoktor, nincs guru, legfeljebb olyan tanító vagy tanítók lehetnek az életedben, akik rávezetnek erre. És a teljes szabadságod és függetlenséged megtartásával, megőrzésével járhatod ezt az utat. Itt mindenki ilyen szinten önmagáért felelős. A saját lelkéért, a saját tudatáért. Jó. Más kérdés? Mindenki egészséges? Mindenki örökké fog élni? Nocsak! Hogy lehet megjelenni, vagy fölismerni, hogy az a karmikus valami meddig tarthat még, vagy hogy lehet meg véget vetni, vagy hogy lehet dolgozni? Hát azt kéne először megnézni, hogy idáig hogy tartott. Azt kérdezett, hogy a jövőben ugye meddig, az előző kérdés a múltra vonatkozott. Azt mondják, hogy idáig hogy tartott. Hogy járultál hozzá? Milyen energiát fektettél bele, hogy ez idáig így tartott? És azt az energiát kell kivonni. Ezt nyakon kell csípni ebben akkor. Most milyen tudattal, hogy ítélsz fölötte, milyen vágyad vagy dühöd irányul felé, milyen nézeteket aggatsz rá. És hogy ezzel az energiával tartod életben, magadban, az emlékét, a terhét, a kötését. És mihelyt ezt kivonod belőle, maradék nélkül elmegy. Semmi nincs, ami azt a te energiádon keresztül már újra teremtheti, mert az összeset kivontad. Így lehet teljes mértékben megsemmisíteni karmát, mert lehetséges. A karma önmagában nem létezik, azt mi hozzuk létre. És mi is vihetjük ugye a virtuális szemértelepre. Ilyen mélyeket kell sóhajtani hozzá. Mélyen lélegzünk, tantián fókusz, és egyszerűen tisztán itt vagyunk ebben a pillanatban, és el lehet engedni. Tehát ne szenvedtesd magad, semmit nem érsz el vele. Csak azt, hogy szenvedsz. És a szenvedésből pedig majd ki akarsz jönni. És a kijövés ez egy nagyon nagy érzés, de miért kellett belemenni? Tehát, ha a saját tudati szokásainkat követjük, akkor meg kell nézni, merre megyünk. És hogyha egyetértünk az irányra, kövessük, ha nem értünk egyet az irányra, akkor változtassunk a szokásokon, mert az a hadsereg. Csak elfelejtjük, hogy mi vagyunk a parancsnokok. Miért ragaszkodik az ember a szenvedéséhez? Mert nagyon konkrét és élményt ad. És nagyon egyénivé teszi az életet. Ez az én szenvedésem. Én ez vagyok. Engem így kell elfogadni. Engem ezért szeressél. Engem ezért ápoljál. Hát nézd meg, hát a képzelt betegek, vagy akik tényleg rendszeresen, rutinszerűen, szomatikusan egyáltalán betegséget, azok abban élik ki magukat, hogy mások figyelmét és energiát és szeretetét magukra vonják azért, hogy velük foglalkozva legyen, szép magyarosan. Foglalkozva legyen, mert akkor hirtelen szeretetet kapnak, figyelmet kapnak, és akkor minden úgy tűnik, hogy jaj, rendben van, mert ápolnak. Nem, lelkem nincs rendben, beteg lett, és alárendelted magad, és energiát vontál el, és alattad, magad alatt teljesítesz. Jó, tehát a szenvedés az azért annyira szükséges az embereknek, mert valaminek kell lenni. Ha nem tudok boldog lenni, akkor meg szenvedni akarok, csak valami legyen. De az olyan, hogy mindegyik igaz újság, csak írjon valamit, mert olvasnom kell.
Azért fontos a szenvedés meglátása, mert hogyha nem látjuk meg a tényét, akkor nem látjuk meg az okát sem, a megszüntetését, és a megszüntetésének a módját sem, ez a Buddha által tanított négy nemes igazság. És ezt lefordítod orvosi nyelvre, úgy, hogy meglátod a betegséget, a betegség kiváltó okát, a megoldást, a gyógyulást, és azt a kúrát, amivel ezt a gyógyulást el lehet érni. És a nyugati orvoslás, ugye nagyrészt még allopátiás orvoslás velejárója, hogy ők mindig azt gondolják, hogy ehhez a betegséghez hozzá kell tenni valamit, adni kell rá valamit ahhoz, hogy az elmenjen. Tehát adok rá gyógyszert, speciális terápiát, besugárzom, kemó, minden, amit akarsz. És nem biztos, hogy ez vagy csak ez kell. Egyrészt a tüneti kezelést oly mértékben eltúlozzuk, hogy ez már skandalum és borzalom. A tüneti kezelés csak addig kellene, hogy az illető működőképes legyen, és elkezdi azt a belső tudati munkát, amivel ezt a betegséget felszámolja. És inkább elvenni kellene azokból az okokból, amelyek a betegséget kiváltották. Na, ezt nem óhatjuk meglátni. Ez összefügg azzal, hogy a nyugati szemlélet az atomelmélettől, tehát az osztatlan atomszemlélet, lásd Demokritosz, és az osztatlan egószemlélet, lásd modern pszichológia, e kettő között a személyiségünket nagy változást nem érte. Tehát amikor ezt megnézed, hogy a kettő között eltelt több mint 2000 év, akkor a nyugati szemlélet az nem nyúl az ego réteg alá. A keleti igen, a keleti rákérdez, hogy mi van az én réteged alatt. Mi az az apró kis részecske, halmaz, ami a te egységes énképzetedet kelti? Honnan van a személyiség élménye és a személyiség szenvedése is ilyen szinten? Tehát azt vedd el, azt vedd ki az egyenletből, ami a szenvedés okozza. Vagy pedig haladott a formában, nehogy kivedd, mert az az energiaforrásod, csak alakítsd át, hogy az atombomba helyett atomerőműként működjön. Lehet. Csak azt a kapcsolat sokkal nehezebbnek kell. Először állítsuk le azt a magasodást, nem kellene sugár szennyezni a környezetünket és magunkat, és akkor utána egy kicsit egészségesebb szemlélettel már reaktorba behelyezve kettős hűtőkörrel újra lehet indítani. Ez az életnek az újra struktúrálása is. Új életmód, új életszemlélet, stb. Amikor az ember végül is megismeri, hogy mit kéne elvenni, miről kéne lemondani, milyen veszteséget kéne elfogadni ahhoz, hogy egészséges legyen, akkor jut el például odáig, hogyha már semmi nem használt, akkor mondjuk böjtöljön egy kicsit. És elképesztő, hogy mi minden kipucolódik az emberből, csak akkor, hogy egy háromnaposat, egynaposat, de olyan, de tudom, hogy felvontad a szemöldöködet, de az egynapos is bőven elég, de akkor már vacsora se legyen előző nap, és a teljes 24-ös, akkor a másnap reggel valami meleg lé. Lehetőleg sós, mert olyan elképesztő cukorészség van, hogy minden fölmegy ide rögtön, valami enyhén citromos is meleg lével úgy az ember elkezdő kondicionálni magát, és valami reggeliszerű ebédet kell lenni utána azon a napon. És az egynapos bőrkerem szerintem olyan elképesztő tisztulást hoz, hogy túl vagyunk töltve. És akkor túl vagyunk töltve, és akkor még túl töltjük, hogy még jobban érezzük magunkat, meg még ötödik gyógyszer, meg még hatodik terápia. És akkor már én megtettem mindent, nemhogy mindent, még háromszor annyit tettem, mint amit kellett volna. Miért nem vontad ki azokat az energiákat, amelyek éppen megbetegítettek? Miért nem mondtál le dolgokról? Miért nem voltál hajlandó elfogadni mondjuk vesztességet vagy vesztességeket ahhoz, hogy egészséges maradj? Na, ez a szemlélet hiányzik. És ez belül abszolút realizálhatod, hogy milyen kevésre van szüksége ahhoz, hogy te valójában egészséges légy. És hogyha így nézed, akkor a szenvedés ez egy oly módon teremtett dolog, hogy nagyon könnyű lenne nem teremteni ezt, de a habitusunk elképesztő erős. Olyan erős ragaszkodások, azonosulások is egyebek vannak, amelyek átláthatatlansága, ezt hívta a Buddha avidjának, vagy nem látásnak, ez az, ami tényleg mint a rossz hadsereg legyilkolja a parancsnokat. Ellázadnak is azt mondja, elég van, puf! És aztán van a káosz, aztán van az anarchia, amíg egy újabb parancsnok nem jön. És ez az a nagyon mély belső személyiségválság, amikor úgy tűnik, hogy szétestél, depi van,
káosz van, nem találod magad, nem tudod miért kerülj föl, nem tudod miért dolgozzál, és belül így a patkány hadsereg elképesztő módon rág. És akkor egyszer csak rájössz, hogy a patkány méreg téged is megölne, az nem jó. Jó, kell valami, mint ez az egész ember lesz. És akkor egyszer csak rájössz, hogy egy irányba, ez az irány, ezt akarom, és akkor így szépen lassan egységesül az egész, és a patkányokban harcosok lesznek, és aztán a mész előre. Úgyhogy a szenvedés nagyon nagy tanító, és elkerülhetetlen bizonyos szinten, legalábbis a születés, öregség, betegség, halál, ezek elkerülhetetlenek, csak hogy mit tanulsz ebből, és felébredsz-e igazi önmagadra eközben, ez az igazi kérdés. Nagyon megvilágosodsz a szenvedések közben, mert az úgy is van. Azt nem tudod elkerülni. Csak hogy mire használod fel, az a kérdés. Férjem halála után bűntudat érzés. Ezt meghallottam, elismerem. Férjem halála után bűntudat érzés. Ez egy kijelentés volt. Milyen kérdést szeretnél ezzel kapcsolatban föltenni? Ez egy nehéz karmikus kapcsolat volt. Krízisbe jöttünk, és egy kicsit szétváltunk, hogy mind a ketten így előlegyünk, hogy hát, hogy én is elkezdem a kérdéseket, ő is ugye, hogy világos legyen, hogy mit kell tovább tenni, amit már nem tudok szeretet nélkül élni, mert amikor én nyújtottam, ő soha nem válaszolt, mindig elmondott, hogy a következő életben, vagy így ilyen dolgok voltak, és én mondom, én itt már nem tudok így élni tovább, akkor változtatni az életünkben. És ez egy ilyen fél évi kapcsolat nem működött, én a nővéremnél voltam, ő otthon, de összejártunk, nem voltunk összeveszve. Viszont ő hívott vissza, én féltem, hogy miért bánt, mert már agresszív volt, és még egy pár hónap ez így volt, hogy csak hazajártam, és visszamentem, és ő neki felmondott a szíve. Szívszélkütésben meghalt. És én ezt úgy érzem, hogy a hívott, a rinzium is ilyen irányításokat adott, álmomba is, hogy gyere haza, szeretlek, és nem hallgattam még. És most bűntudat érzésem. Ezt együttérzéssel és sajnálattal hallom. Viszont tisztelettel várom azt a kérdést, amit ezzel kapcsolatban fel szeretnél tenni. Most beteg vagyok, nem érzem magamat, nagyon jó voltam mindig. Akkor de tudtam, hogy valahogy harmóniában én csak ővel lettem a kapcsolat, soha nem tudtam. Egyensúlyba hozni magam. Én mindig nem volt fiatal. Akkor ezt rendeztem, és utána még dolgoztam magammal, hogy jóka, minden gyakorlat mindenre, de ővel sehogy se kapcsolat nem sikerült. Ha én tudtam hozzá, mindig átadott, és ezt nem oldódott még, és... Nem oldódott, hogy közbevágunk, de egy nagyon hosszú jelenség sort hallunk, anélkül, hogy bármiféle kérdést tennél fel. Figyelted ezt? Igen, figyelem. Hogyan volt ez? Hiszen egyik szeretne működni, ezt az előbb láttuk. Tehát amikor felteszem a kérdést, hogy van-e kérdése valakinek, és ez háromszor nem sikerül, az miért van? Itt, ebben a pillanatban megtalálhatod azt, amikor ez a gondolat, mint reakció megjelent benned, hogy egy csomó mindent nem tettél meg a férjedért, amit meg akartál, pedig ott volt a lehetőség. Most háromszor volt itt a lehetőség, hogy kérdezz, és nem tetted, hanem a saját reflexióidban merültél el. Ami nem jó és nem rossz, de időt veszítesz vele. Tehát a következőre szeretném fölhívni a figyelmet. Hogyha a pillanatban benne vagy, akkor a tudatod nyitott. Ha a gondolataidhoz és az érzelmeidhez ragaszkodsz, akkor a tudatod zárt. És a saját tudatfolyamodban vagy bezárva. És ezért van bűntudatod. És nem csak a férjeddel szemben,
hogyha mások is így távoznak az életedből, vagy alkalmak, lehetőségek múlnak el, akkor is lelkiismeretfordulásod lesz, azokat vagy nem használtad ki ezeket a lehetőségeket, vagy nem voltál olyan minőségű kapcsolatban az adott emberrel, emberekkel, ahogy szeretted volna. De az okát már itt láttuk ebben a pillanatban, ebben a teremben, az elmúlt 3 percben. Tehát ne ragaszkodj a saját tudatod jelenségeihez. Valóban halld meg, hogy a másik mit mond. És hogyha ezt meg tudod tenni, akkor tényleg tudsz kapcsolódni, kötődni a másikhoz, és ennek a kötődésnek olyan minősége lesz, amire később úgy emléksz, hogy igen, bedobtunk mindent a közösbe, amit csak tudtunk. De ez nem történt meg, mert te voltál a saját univerzumodban, ő pedig a sajátjában. És most a bűntudat eljutott odáig, hogy ezzel megbetegíted magad, magyarul levered magadon azt a következményt, amit eddig ugye nem. És ezt egy bizonyos szintig át kell élni. Az igazi kérdés az, és ezt számodra javaslom, hogy ezzel a kérdéssel dolgozz, hogy mikor elég? Mikor szenvedtem eleget? Mennyi bűntudat kell még? Mikor tudok megbocsátani magamnak? Vagy neki? Esetleg a kettőt együtt, mert egy csomó projektált, ugye panasz, meg egyebek, azok jönnek vissza hozzá. Amikor már nem tudsz semmit sem, ugye, a férjednek, vagy a férjedre mondani, mert meghalt, akkor az mind visszatér hozzád, és repeszgránátként érvényesül, és robbant föl belül. És innentől kezdve van dolgod azzal, hogy egyszer csak, amikor már úgy érzed, hogy szenvedtél eleget, megállítod a folyamatot. De amíg ez benned nincs meg ez a fok, addig te szenvedtetni fogod magadat. Te döntsd el. Csak te döntheted el, hogy ennek mikor legyen vége. Ez ugye az orvoslásban úgy is működik, hogy aki nem akar meggyógyulni, azt nem lehet meggyógyítani, főleg a különböző mentális higiénés osztályokon. Fizikai nagyon könnyű. Micsoda, én akkor is megoperálom. Én kiveszem magad belét akármikor. Kész. De aki a belső tudati vagy érzelmi komplexusaitól nem akar megszabadulni, mert azonosul velük, mert én ezt megérdemelt. Igen, de mennyit érdemeltél meg belőle? De hogy már 5-10-szer annyit mértél magadra, mint amennyit kellett volna. Jó? Tehát itt nincs objektív határ, itt van egy belső érzés, és ezt a fajta elégséges érzést találd meg, és onnantól kezdve vegyél más irányt. Mert ami volt, az elmúlt. Azt mondta, megszenvedtem érte, elég volt. Kezdődjék egy új korszak. Oké? Okay? Szívesen. Más kérdés? Például, hogy tudnál valamit kigranálni, vagy kizárni, ami minden este megtörténik? Elnézést. Hát mondjuk ez egy ilyen zaj, amit nem tudok, nem találom meg a lelki nyugalmat, nem őrzem magamat az otthonokban, mivel a fölöttem lévő zajok ezt abszolút nem engedik. Nem bírok aludni, nem bírok meditálni, nem bírok tévét nézni, nem bírok semmit, mert a szomszéd fölöttem annyira nem kötvárosi kompromiss, se semmit. Tehát ezek a zajok külső zajok? Ők, az ő életük fölöttem zajok. Tehát nem a te lelkednek a belső zajok? Nem. Hanem ezek külső zajok? Külső zajok, amik itt minden este. Ugyanabban az időben egész éjjel tartanak reggel 6-ig is, és nem találok rá megoldást, de az, hogy füldugó harcok, de az nem megoldás. Pedig ha hiszed, ha nem, a két megoldás közül, amit javasolni szerettem volna, ez az egyik. De nem csak ez, mert azt én is éreztem, hogy nem elég. Hát én is voltam ilyen horkolós szerzetesi lakosztályban, ugye, ahol nem egyedül hunytam le szemeimet éjszakára. És akkor olyan horkantás volt, hogy az afrikai állatkert ahhoz képest egy csendes pihenő. Tehát akkor az ember, ha nincs küldugója, akkor kimegy arra a kis helységre, és a kis fehér négyszögletes papírkából kellő rendességgel legyárt ilyen kis küldugót, és ezt betolja ide a hallójáratba, és akkor az még jobb, mint az a szivacsos legyártott láncfűrész trombító, tehát olyat is lehet. De a második az, hogy polgárőrség, rendőrség, karhatala. Tehát az az ember nem csak téged zavar, vagy hogyha nem büntethető és nem szankcionálható, akkor viszont a rokonság segítségeken nem baltával, nem.
Rokonság segítségét úgy, hogy egyszer meghívni a szomszédot egy megbeszélésre, ha nem csak te vagy ott, hanem mondjuk még négyen, öten, így a család férfi tagja. Semmit nem kell csinálni, csak ott lenni. Jó? Tehát, na, innen azért származnak problémák. Egyedül élés, az csomó minden lehet, a túlérzékenységtől kezdve a magányig, meg egyebek. És ezen is kellene dolgozni egy picit, de hogyha a szomszéd zajai, azok nem szankcionálhatók, mert csak te hallod őket hangosan, de egyébként a rendben nem ütközik, akkor viszont ezzel neked van dolgod. Nem a szomszédnak. Tehát, hogyha böngölteti a sztereót 200 watton, akkor azt mások is hallják, és vehetsz hangmintát, hogy kihívhatod a szervet, és azt mondod, hogy jöjjön ide kérem este hétre, és akkor megtudja, hogy nekem mi a bajom. És akkor azt mondja, kérem, hát akkor rendre fogjuk utasítani, szabásértési eljárás, stb. De ha ilyen nincs, ha ezeket a közéleti határokat nem lépi túl a szomszéd, ha ez a te egyéni problémád, akkor meg kell nézni belül, hogy pontosan mi az, amit irritál. Hogyan zavar ez téged. És azt a horgot, azt a gyenge pontot kellene felszámolni, ahol ez az egész beléd akad. És azt elenged. Akkor viszont javaslom a meditációnak azt az általunk is tanított formáját, ami egy tiszta, tükörszerű tudattal létezik ebben a pillanatban, és ez a tükör visszaver mindent. Ebben a tükörben minden tisztán látszik. Ez a tükör nem azonosul a tárgyával, ami előtte van. És ez egy hatalmas adomány, mert ha nem azonosulsz ezekkel a jelenségekkel, akkor előbb-utóbb az ehhez kapcsolódó reakciód is elmúlik. És ezt az emberek úgy szokták elgondolni, hogy ez valami nagyon speciális állapot, nem. Ez gyakorlatilag annyiból áll, hogy a tudat megszűnik gyengének és megosztottnak lenni, és erős és egységes lesz. Ennyi. És ehhez az energiaszintedet növelni kell, és nem szétosztani, szétdarabolni, nem szétgondolkodni, agyon érezni, stb. De amikor ezektől a habitusoktól tartózkodunk egy kicsikét, akkor sikerül ebbe a magasabb energiállapotba és tiszta tudati állapotba egyszerre elérkezni, és a kettő együtt jár. Tehát energia és információ nem különbözik, csak kétféle módon fejezzük ki, mint a fej és az irány, de az ugyanaz a pénzérme. Ha tiszta tudattal szeretnél létezni, akkor az energiaszintednek magasabbnak kell lenni, és egységesnek, nem pedig szétdaraboltnak, és a szétdarabolás az információt tudja okozni. A benned lévő gondolati és érzelmi berögződöttségek, ragaszkodások, téves nézetek, és ezek cincálják szét az embert. Na, ha ehhez még párosul az idegesítő, számodra idegesítő, de egyébként hétköznapi szomszédi viselkedés, akkor ez egy nagyon komoly emlékeztető arra, hogy belül házi feladat van, és ezt a házi feladatot el kell végezni. Ennek megvan az útja, megvannak az ehhez való eszközök. Jó? Tehát válasz, hogy mit szeretnél. Hangszigetelést, vagy valami olyasmit, ami belül megerősít és letisztít. És hogyha a belső tudati út mellett döntesz, akkor el kell dönteni, hogy pontosan melyik stílust, melyik meditációt, melyik irányzatot választod. Nagyon sok lehetőséged van. Már itt Szabadkán is, aminek én külön örülök, és nagyon megköszönöm az itteniek munkáját, hogy ez lehetséges a mi stílusunkban is, és sok más egyéb stílusban is. És nagyon fontos, hogy a tanítóval, tanítással és tanítványi közösséggel egyaránt legyen kapcsolat, ez a Buddha, Dharma és Sangha megfelelője. Tehát nem elég csak a tanítóra fókuszálni, na attól várunk mindent, aztán abban csalódjuk, és akkor a tanító nem jó tanító, mert nem adta meg nekem a megvilágosodás tablettáját heti egyes kiszerelésben, és nem sikerült. Csúnya rossz tanító. Köszönöm. Jó, tehát ez is fontos, a tanítás és a tanítvány közösség, hogy tudj hozzájuk kapcsolódni. Jó? Hogyha megvan ez a kapcsolódás, akkor az a te irányzatod. Hogyan segítsük magunkat, hogy a fizikai betegségek lelki okaira fényderítsük? Rákoncentrálsz a beteg fizikai részedre, meglátod benne a betegséget, és megkérdezed, mi ez, honnan jön, és legyél türelmes, és jön a válasz. Mi ez, honnan jön, és minden aggodalmat, hogy jó Istenem, most halok meg, tehát ezeket a reakciókat, ezeket engedjük. És az ilyesféle dolgokat, hogy
Nekem nem ez kell, és nekem nem az az életem, és ezeket is állítsuk el. Tehát az ilyen nagyon-nagyon érzelmi és gondolati dualizmusokat pucoljuk le róla, és lesz egy olyan válasz, egy nagyon egyszerű és világos tény, ami a kérdés mellé szegődik, és nem mozdul el onnan. Akármennyit kérdezel, akkor sem, az a válasz. Jó? És akkor azt körbejárod, behelyettesíted az adott mondatba, és működik. Jó? Azért vagyok beteg, mert, és az kacmentesen ott van. Ez az, amikor a palacsintatésztában elkeverted az összes csomót. Lehet sütni. Azt szeretném kérdezni, hogy a gyermeket tudod, hogyan működik, illetve hogy a kisgyermekkor, mondjuk olyan 7-10 éves korig, hogy lehet-e, vagy kell-e, vagy egyáltalán lehet-e mondjuk a gyermeki tudatot vezetni szülőként, vagy segítőként, vagy ez hogyan? Lehet és kell, és a gyermeki tudat még sokkal egyszerűbben működik, mint a felnőtt. Csak a gyereknek az a sorsa, hogy mindegyikből olyan húsnya felnőtt lesz, mint belőle. Előbb-utóbb felnőnek. És az igazi kérdés az, hogy a gyereket mire kondicionálod, főleg az első három évben. Az első három év a gyereknek valami elképesztően erős formatív időszaka, úgyhogy nagy részére nem emlékszik. De amit akkor adsz neki, az kardinális a személyiség fejlődésére nézve, a következő a 3 és 7 között, amikor már beszélnek. Az első 3 évnél csak egyetlen erősebb formatív időszak van, ez a fogantatástól a születésig. Ez az egyetlen, amikor még többet és még mélyebben kap. És erre is nagyon oda kell figyelni. Amivel anyukák fölkészülhetnek, és most szándékosan megyek vissza fel az időben, hogy aztán a kérdések valós intervallumára tudjak válaszolni. Mivel anyukák föl tudnak készülni, és nagyon gyakran készülnek is, hogy az ő lelküket egy picikért tisztába tenni, hogy milyen lelket hoznak le, az ugye rajtuk múlik. És ezért egy picit dolgoznak magukon, és nem csak a gyerek születésekor, hanem úgy egyébként is. Amilyen minőséged van, egy ehhez megfelelő minőséget hozol le. Tehát nagyon fontos, hogy amilyen tudattal élsz, és amilyen tudattal a párod él, olyan típusú tudatokat fogsz lehozni, vagy tudatot. Tehát ez a fajta tudati előkészület, ez már nagyon komoly karmikus következményekkel jár. A következő az, hogy a fogantatás után hogyan viseled az áldott állapotot, nem valaki terhességnek mondja, nem 15 kg szatyrokat viszünk, áldott állapot, oké? Aztán, hogy az áldással mit kezdesz a vágás és az első sírás után, hány álmatlan éjszakát bírsz ki, stb. Az egy külön téma, és abban szoktak anyukák olyan módon megerősödni, hogy utána ők lesznek a házi sárkányok. Tehát ez egy nagyon komoly tréning. Csak nehogy közben kiírtsuk a családunkat, olyan erősek leszünk. Tehát érzelmileg nem lehet megmaradni, de jó anyag. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a 3 és 7 év között, tehát most visszatérek arra, amit kérdeztél, hogy természetesen vezessük a gyereket olyan motivációval és olyan neveléssel, kondicionálással, amiben mi is hiszünk. Ugyanis ez az, amikor a gyerek elkezd komolyan kérdezni, és a kérdéseivel megtalálja benned a gyenge pontokat. És ez nehogy nagy meglepetéssel, hogy úristen, hát ezt kitől tanulta? Így jött, gyárilag, hozzád jött, neked jött, és téged tanít. Neked meg az a dolgod, hogy te őt tanítsad. És ezek a kérdések nagyon fontosak, és lehetőleg apjukat is vegyük rá arra, hogy érdemben válaszoljon ezekre a kérdésekre, de ez azt kell, hogy először ő is valamilyen szinten mélyedjen el ezekben a kérdésekben, amiket a gyerek föltesz. És a gyerek azért találja meg a gyenge pontot, mert gyakorlatilag így jött ide. És azért tesz olyan kérdéseket, amiket te se tudsz, hogy legyél szíves foglalkozni velük. És ha ezekre te érdemben elkezdesz válaszolni, akkor nem csak a gyereket neveled, hanem magadat is, és a magadban lévő lelki egészséget is megőrzöd, sőt ki tudod teljesíteni. Ezért van egy alapvető örömérzés akkor, amikor gyerekkel van az ember. Persze aztán vannak olyan pillanatok, amit... De ez a kisebbség. A többség az, hogy fantasztikus öröm, és a kötődésben benne van az, hogy igen, nekem nősz nagyra szentem, aztán el kell tudni engedni azt is.
és nem csak 18 év után, az anya örökre anya marad, csak a fiúból lett 45-50 éves, szintén apuka, és ezt is észre kell tudni vele. Tehát 3 és 7 év között természetesen vezetni kell, de nem akarunk hamar születelni. Ilyenkor még a kalász csak bomladozóban van, még nincs rajta élet ma. Jó? Tehát nagyon fontos az, hogy 3 és 7 év között meg, amit elbír, szokásai már vannak, már megmutatkozik, hogy milyen személyiséget hozott magával. Bizonyos erősebb egoitások 3 évesen már olyan dolgokat tudnak, hogy így ránéz, és mondja, hát ilyen nincs. Hát én 3 évesen ilyet, hát még 10 évesen, 13 évesen se. Hozzád jött, ezt hozta le, 3 évesen ezt csinálja, fogadd el. De ne hagyd úgy, utána szépen alakíts rajta. És hogyha egy tanácsot adhatok, mert tényleg ilyen szinten nem rendelkezem közvetlen tapasztalattal. Némi rálátással talán, de közvetlen tapasztalattal nem. Ne szakítsuk szét a gyerek tudatát jóra és rosszra. Tehát rossz vagy! Nagyon jó vagy! Tehát, hogyha csak a jót mondjuk, és nem szakítjuk szét, akkor a jónak is más jelentése lesz. Persze szeretnénk motiválni a gyereket, és szeretnénk azt mondani, hogy jaj, de jó vagy is vagy. De amikor hibázik, akkor mutassunk rá a hibára és a hibának az okára, és nem minősítsük a gyereket. És hogyha nem muszáj, akkor ne úgy használjuk ezt a jó vagy kislányom, jó vagy kisfiam dolgot, hogy abszolút ego építés és abszolút ugye, én tagasztás és dúzasztás. Dicsérjük meg, de aztán rögtön lépjünk is tovább. Építse be, de ne ragaszkodjon hozzá. Tehát lehet úgy a gyereket nevelni, hogy nagyon erőteljes, világos, jó képességű személyiség, de nem éhes egy egótripre általában, nem olyan erős az én benne, de tisztában van önmagával, és tud cselekedni, és kibontakoztatja a képességeit, és lehet önzetlen és segített másoknak. Tehát nagyon sokféle módon lehet ezt csinálni. Az egyik nagyon fontos az, hogy ne rakjál nagyobb terhet rá, mint amit el tud viselni, és ne szakíts szét a tudatát különböző dualisztikus minősítésekkel, és már ilyenkor lehet tanítani annyit az okból és az okozatból, amennyit képes meglátni, amikor még nem üvegesedik el a szegénynek a tekintete, mert túl bonyolultat mondtál neki. Jó? Mert egyszerűen és világosan, amíg a tudata ki tud tágulni, tanítsd is. És ne ragaszkodjunk duális ítéletalkotó habitusainkhoz, mert ez a gyereket is nagyon komolyan befolyásolja, és általában rosszul. Oké? Okay? Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan tudnám leküzdeni ezt a 2 nappal ezelőtt egy igazságtalanságból adódó gátlásaimat, ami most is, tehát egy picit ilyen gyomor ideggel jár, amit én szintén kezeltek és felszabadultam, tehát ilyen változónak felszabadulok és nem. Ami mondjuk egy sokkal komolyabb, ami feptárom szorikányért, tehát ilyen szívbontjaim voltak, és én ezt fölköltem, és azt megoldottam meg, tehát már úgy, tehát bevittem a kórházba és bemettem praktikusan, és mondtam, hogy én nem vagyok beteg, és én megyek haza, és én szombaton volt, és én hétfőn megyek haza. És én praktikusan, amit te említettél is, hogy a gyógyszernek a fiatalhozát szedtem, és azóta nem szedem, és természettel gyógyítom magam, és jó vagyok. És most 2 nappal ezelőtt volt ez a igazság. Tehát egy ilyen bizonyos dolog, amit most leblokkolsz. Tehát erre volt, hogy ezt az ember valami élet közzemettel, és látszik, hogy nem vagyok. Igen, van rám mód. Én javaslok egy olyan sétlát, és ezt a legkomolyabban mondom, amikor az erdő és a fák társaságát keresed, és beviszel az erdőbe ezt az egész igazságtalanságot, és ott hagyod. És a fákat nem érintik. A füvet sem, a bokrokat sem. Ez az egész a te lelkedben és a te tudatodban van, és szó szerint tedd rá a fára, hagyott az erdőben, és a fát, mivel nincs ilyen tudata, mint nekünk, de egy tökéletesen működő lény vagy éppen lénycsoport, nem érintik az emberi gondolatok.
Nagyon kevéssé. Ez csak velünk, csak a mi kis emberi, nagyon vékony bioszféránkban érvényesülnek ezek, és ez azért szükséges, mert hogyha megengeded ezt magadnak, akkor a tudatod tere kijebb távol, és nagyobb lesz, mint az igazságtalanság. Elfér benne, tehát elfér benne, utána fogást találsz rajta, és ott hagyod. Ugyanis nem az a baj, hogy ilyen dolgokat elszenvedünk, hanem hogy ezek a dolgok súlyosabbak és nagyobbak, mint a lelkünk befogadó képessége és ereje. Tehát legyen a tudatod tere nagyobb, mint a jelenség. Legyen a tudatod erősebb, mint annak a jelenségnek a hatása. És ezt úgy érezel, hogy a tudatod terét kitágítod, és a tudatod reflexiós képességét megerősíted. És ekkor, amikor ezt végrehajtod, akkor le tudod választani magadról, mert ez nem te vagy. Ezzel te nem vagy azonos. Igazi önvalónk valami olyasmi, ami nem keletkezik és nem szűnik meg. Ami nem látható, hallható, tapintható, ízlelhető, gondolható, érezhető, vagy éppen kimondható. Ez az igazi önvalónk, és nem az, amit annak gondolunk, érzünk, vagy éppen belénk kondicionáltak. És ez az igazságtalanság sem te vagy. És ha ezt így tudod szemlélni, akkor teljesen leválasztottál róla, és ekkor megismerheted azokat az okozati viszonyokat, amelyek létrehozták ezt az igazságtalanságot, de nem túlságosan gyorsan és hamar, mert még akkor visszatapadna rá. Tehát először érd el azt, hogy leválasztodsz róla teljesen. És ez az erdei séta nagyon jó. Mert a fákban és az igazi önvalóban az a közös, hogy egyiket sem érinti ez az igazságtalanság, ez az énedet érinti, a személyiségedet, az igazságérzetedet, az érzelmeidet, a gondolataidat. Ezekkel mi élünk és ezekkel dolgozunk, de nagyon mélyen ez az igazságtalanság nem te vagy. Ez téged érintett, de jött és ment. A gondolataidat érintette, amivel azonosulsz. Az érzelmeidet érintette, amivel azonosulsz. És ez az azonosulás, ez egészséges, mert ugye valamilyen szinten működnünk kell. De az, hogy a jelenségekhez való ragaszkodás szenvedést okoz, az már az azonosulás túlvezérlése. Oké? Tehát bemész az erdőbe, és a fákban és az önvalóban az a közös, hogy egyik kötőket sem érinti ez az igazságtalanság. És ekkor tudsz szépen lassan leválasztódni róla, megszabadulni tőle, és ekkor újra egészségesebb lehetsz. Ezt célszerű, egyedül? Igen, ezt célszerű, egyedül ne szóljon bele senki. És emellé javaslom a csoportos meditációt, mert ott ugyanezt a tudatot szeretnénk humán erdővel elérni. Ott is van egy rakás, ugye, facsemete, így csendben ülnek, és lobog a levél rajtuk. Jó? Én nagyon köszönöm, és úgy gondolom, a Dolati programot már átírtam. Meg a legelején, amikor elkezdtem ezt az előadást, mert már tudtam, hogy hol is kerülni. Szeretettel már köszönöm. Felhessék alatt a gyerekek ér különböző negatív hatások, például az anya akkor olvas, tanul, vagy nem tudom, milyen patológia, patológia, meg patofiziológia, ilyenek, ilyesmik, ami mindjárt korban, amik szörnyektől szörnyek dolgok, hogy ez kiválasztott elsősorban a gyerek vagy az anya, hogy ez így legyen a szerint életben, és hogy milyen hatással van. Jó dolog kérdezett, mert az én apám az korbacnak volt. És bizony, édesanyám, addig engem hordozott, addig nagyon sok olyat hallott, amiről beszéltél. Igaz, hogy ő más, tehát én irodalmi termékeket olvasott, egyébként veszélyeztetett terhesség alatt, de hogyha lehet általánosítani, de inkább nem, akkor a gyerekre ezek a gondolatok ismeret szintjén nem hatnak. Amit viszont az anyuka érez a korbonctani, meg egyéb ilyen patocet, az ilyen dolgok alapján, az viszont visszaadt a magzatra, mert ugye a véráramlat is ugyanaz, a szívverésig is, és egy csomó olyan teljesen szimbiotikus jelenség van, hogy anyuka adrenalint kap, akkor a gyerek is adrenalint kap, és ilyesmi.
De az, hogy anyuka a különböző szöveteknek a rétegzését, ízületek, csontok, porcok, összhatását ilyen anatómiai könyvekben nézi, hát ebben semmi rossz nincs. De csak akkor, hogyha anyuka ezt nem egy horrorfilmként éli át. Mert hogyha úgy éli át, hát akkor minden remek, és akkor a gyerek is remek. De anyuka mondjuk tanul. Az én anyám, ő is orvosi végzettségű, és hát biztos vagyok benne, hogy egy csomó olyan dolgot apámmal átbeszéltek, amely hát diagnosztikai tárgyú. Ezt az én megszületésem után is folytatták a vacsoraasztalnál. Látod, mi lett belőle. Jó? Tehát én ezzel a születési rendellenességgel születtem, és a lényeg az, hogy diagnosztikus lettem, csak buddhista zen konfigurációban, és a helyzet az, hogy ne zuhanjunk bele jelenségcsoportokba oly mélyen, hogy ez teljesen kitöltse a világunkat. Tehát próbáljunk meg a jelenséghez úgy viszonyulni azzal az egyszerű és tiszta viszonyulás, hogy megnézzük az okot és az okozatot, ahogy az van, és akkor abban megnyugszunk. De hogyha kinevezünk egy jelenségcsoportot annak, hogy ez az én világom, és csak ez számít, és most csak ez történik, akkor állandó aggodalomban kezünket tördelve éljük le az életünket, és ez méltatlan az emberhez, az ember ennél sokkal több. Tehát ezt lehet másképp is csinálni. Jó? Tehát konkrétan nem tudjuk, hogy bizonyos könyvek olvasásától mi történik, de az biztos, hogy az anyukának a hormonális és érzelmi állapota egy az egyben hat a gyerekére. Hogy kognitíven mi történik, az egy sokkal finomabb rezgés, az nagyon ritkán adódik át, de át tud adódni, és ekkor van az, amikor anyuka álmodik a magzattal. És nem azzal a kis placentával, ami éppen nő benne, hanem azzal a tudattal, aki oda éppen beköltözött. Na, itt indul a tánc. Tehát van olyan, hogy magzat megmondja anyukának, hogy ezt ne. És akkor anyuka inkább hallgasson. Tehát amíg ilyen nincs, addig nyugodtan a saját érzéseiből szűrje le, hogy ezt át akarom-e adni a gyereknek. Olvassa bármit, honnan nem képkocka szinten megy át, hanem hormonálisan, meg érzelmek, meg ilyen szintén. De amikor anyuka azt érzi, hogy ez valami elképesztően brutális állapot, akkor ezt ne adja át a gyereknek. Hát ennél sokkal brutálisabb dolgok történnek, amikor anyuka szenvedélybeteg, amikor cigarettázik, amikor iszik, akkor különböző olyan dolgoknak teszik ki a magzatot, hogy komoly veszélye van annak, hogy születési rendellenessége lesz, stb. Tehát sajnos ilyen társadalomban élünk, és az egész földkerekségen, és mindenhol. Jó? Tehát a lehető legmagasabb szintű figyelem és belátás kell ahhoz, hogy meglássuk a kölcsönös függésnek az állapotát, és azt, hogy milyen elképesztő szimbiózis van a magzat és a gyermek és az anya között. Úgyhogy a gyermeknek az állapotáért az anya tényleg felelős. De csak a valós jelzéseket fogadjuk el, és ne tegyük hozzá a saját érzelmi reakciónkat. Oké? Szóval, van-e még? Nem muszáj, de aztán véget vetünk a zenének nem sokára. És megmondom miért, addig kérlek magadban. Azért vetünk véget a zenének nem sokára, nem csak azért, mert bezár a hely nem sokára, hanem azért, mert nem ez a fontos. Tehát most bármilyen élményen távozol erről a mai előadásról és kérdés-válasz szakaszból, nem ez a fontos. Az a motiváció a fontos, amit magaddal viszel, és az elhatározás, ami szerint te a saját tudatodat műveled. Tehát most nehogy azt itt, hogy azt akarom, hogy elgyere volna. Nekem teljesen mindegy. Neked nem. Használd ki azt az időt, amit ebben a testben töltesz, hogy valami többet hozzál ki magadból tudatilag, mint egy intelligens tápcsatorna. Input, output és egyszer csak vége. Ennél többek vagyunk. Ennél többre vagyunk képesek. És hogyha ezt megadod magadnak ezt a lehetőséget, akkor valamit valamikor elkezdesz, ami a belső utadat jelenti. Ami valahol a felébredés felé visz téged. És hogyha ezt holnap szeretnéd valami módon művelni, akkor természetesen szívesen látunk, mert én szeretek csoportban gyakorolni. Jó? De hogyha nem akarod, akkor ne! Ha pedig akarod, akkor igen! Na, végszó. Valakinek van-e még? Mocorogja bármi. Ha így van, hogy mindenki elégedett és boldog legalább ma estére, akkor én megköszönöm mindenkinek a kitüntető figyelmét,
És szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne jönni, és azon őszinte reményemet szeretném kifejezni, hogy minél többen járjuk majd azt az utat, akár a zeneszközeivel, akár mással, amely a felébredéshez és a szenvedéstől való megszabaduláshoz, és egy egészséges, normális élethez vezet. Köszönöm szépen!